az éleszemű látogatók már felfedezhetik a Nyíregyházi Állatpark Viktória házában a császárbajszú tamarinikreket, ha bár még meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fa kérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi Állatparkban a két apróság világra jöttével hétfős lett a császárbajszú tamarin csapat. A császárbajszú tamarin tenyészpárunk az Európai Fajmegőrzési Program keretében került hozzánk, és igazán sikeresnek mondható a tenyészpár, hiszen már több ízben született utóduk. Alapvetően a tamarinfélékre jellemző, hogy ikreket hoznak a világra, és bizony hatalmas erővel kell bírnia az anya állatnak, hiszen a kicsik együttes testsúlya már a születés pillanatában is 25%-a a felnőtt állatoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a család minden tagja részt vegyen a kicsik nevelésében, ezért együtt hordozzák, felváltva az apróságokat. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek, a hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császáré. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmosmajon féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották, és kíméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be őket kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket.